Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtárom. It's been a while, mondaná az angol, és igaza is lenne. Majdnem napra, pontosan egy hónapja jelentkeztem utoljára az októberi jelentéssel, azóta pedig csak egy rövid videót sikerült talán feltennem, és az is elég régen volt. A november sajnos eléggé elszállt, a szakdolgozatommal nagyon sok időt kellett eltöltenem, így se időm, se energiám nem igazán volt ahhoz, hogy videót készítsek, illetve ha ez a kettő mégis valami csodafolytán rendelkezésre állt volna egyszerre, akkor a hangulatom nem volt megfelelő a tartalomgyártáshoz. Elnézést kérek érte, most már nagyon remélem, hogy gyakrabban tudok itt lenni. Ez tehát a novemberi jelentés, a novemberben olvasott könyvekről és szerzeményekről lesz szó. November folyamán 3 könyvet sikerült elolvasnom. Ebből az egyiket még október végén kezdtem el, ez Jessica Baumtól a Jól kötődni című kötet. Erről egy korábbi nyári videóban már beszéltem a megszerzés kapcsán, ez pszichológiai önsegítő témájú könyv. A szorongó kötődésű embereknek próbál egy útmutatót adni. Egyrészt felismerni azt, hogy ők ebbe a csoportba tartoznak, másrészt arra próbál rávilágítani, hogy hogyan lehet mégis szorongó kötődésüként egy biztonságos kötődés felé elmozdulni, hogy lehet ezt kialakítani. Ehhez nagyon sok módszert hív segítségül. A legfontosabb, amit én magamnak ebből a könyvből elviszek, az a kicsi én koncepciója, amely arra világít rá, hogy meg kell találnunk a gyermekkorunkban minket ért sérelmeket, traumákat, mert nagyrészt ezek vezethettek ahhoz, hogy szorongó kötődésűvé váltunk, és ha megtaláljuk azt, hogy a kicsiénnek egy adott időpillanatban mi fájt, mi esett rosszul, akkor fogunk tudni rajta segíteni a felnőtténünkkel, és nagyon-nagyon sok segítséget tud nyújtani az, hogyha felismerjük, hogy éppen a kicsién ki nem elégített szükséglete jelenik meg egy adott szituációban a felnőtténünk reakciójában. Ami miatt viszont mégsem tudtam 5 csillagot adni erre a könyvre, az a meditációs gyakorlatoknak a leírása volt. Őszintén szólva én nem igazán láttam értelmét annak, hogy egy könyvben meditációs gyakorlatokat olvassak, mivel nem lehet egyszerre olvasni és meditálni. Így tehát legfeljebb egy iránymutatás lehet azoknak, akik szoktak meditálni, és már tudják, hogy hogyan kell. Így tudják alkalmazni ezeket a kérdéseket, amiket itt felvet, amiken el kell gondolkozni a meditáció alatt. Vagy ha valaki elég jól beszél angolul, akkor a meghivatkozott hanganyagokat meghallgatva el tud ezekben merülni. Ha viszont valaki nem beszél elég jól angolul ehhez, illetve még segítsége sincs, hogy esetleg valaki felolvassa neki ezeket a vezetett meditációs gyakorlatokat, akkor tulajdonképpen az egész elveszett, és nem nagyon volt értelme a dolognak. Bevallom őszintén, ezeket én sem próbáltam még ki, nem mondom, hogy nem hasznos, mert biztos, hogy az, hogyha a megfelelő mederbe tudjuk ezt terelni, de én nem tartom valószínűnek, hogy ezeket valamikor a közeljövőben ki fogom próbálni. Viszont a többi gondolathoz, illetve a kicsién koncepciójához vissza fogok nyúlni, mert ezeket rendkívül hasznosnak találtam. Szeretettel tudom ajánlani ezt a könyvet mindenkinek, aki tudja már magáról, hogy a szorongó kötődésűek csoportjába tartozik, vagy erős a gyanúja, hogy ő is ilyen. Segít felismerni, és segít irányt mutatni abban, hogy hogyan tudunk túlélni nem csak mi, hanem a partnerünk is ebben a helyzetben. A november 2. kötete John Cure-tól az Ártatlanság vámszedői volt, ami a Medúza krónikák sorozatnak a 2. kötete. Az elsőt még néhány évvel ezelőtt olvastam, és nagyon-nagyon tetszett. Alig vártam, hogy megjelenjen a 2. kötet, és végül egy kicsit el is csúsztam az olvasásával, mert rengeteg minden más is megjelent. Nem is vettem meg, nem tudom, valahogy nem került időben a szemem elé, és nagyon-nagyon sajnálom, mert tényleg néhány nap alatt végig loholtam rajta. John Cure eddig is a kedvenc magyar írómnak számított, és ezután a könyv után tényleg biztonsággal állíthatom, hogy nekem John Cure a kedvenc magyar íróm. Ebben a könyvben a történet kapcsán az emberrablást
boncolgatja. Ez egy nagyon nehéz téma, tulajdonképpen egy olyan dolog, amiről mindenki tud, hogy létezik, hogy jelen van a világunkban, de senki nem szeret elgondolkozni azon, hogyha valakit elrabolnak, akkor utána mi lesz vele. Senki nem szeret abba belegondolni, hogy nőket azért rabolnak el, hogy utána a prostitúcióra kényszerítsék őket. John Cure viszont ebben a könyvben ezt kendőzetlenül tárja a szemünk elé. Ha valaki ezekre nem annyira érzékeny és bírja az ilyesmit, annak tényleg szeretettel ajánlom ezt a kötetet, mert nagyon izgalmas mind a cselekménye, mind a téma nagyon, nagyon érdekes, bármennyire is megrázó. Huszti Nimród belépése zseniális, ahogy ez szokott lenni. Őt az előző kötetben is nagyon megkedveltem, és ebben a kötetben is ez kitart. A barátnője Gréti szintén egy nagy kedvenc a történet folyamán. Tényleg csak ajánlani tudom mindennek, aki szereti akár John Cure munkásságet, akár kipróbálna egy magyar szerzővel is való ismerkedést. A harmadik könyv, amit novemberben sikerült elolvasnom, az pedig Clemens Michelnak a Csendes Bérlő című kötete, amit a rettegős kihívásra olvastam el. Sajnos a kihívást nem sikerült teljesítenem, mert kellett volna még néhány könyv ahhoz, hogy meglegyen minden ponthoz a megfelelő olvasás. Sajnos erre nem volt időm. Ez a könyv pedig az októberi közös könyv lett volna ebben a kihívásban. Én viszont nem tudtam ennél hamarabb a könyvtárból megszerezni, úgyhogy egy kicsit elcsúszott, és nekem novemberi lett, de ez már tényleg részletkérdés. Ez is egy elég érdekes olvasmány volt, nagyon tetszett az alapkoncepció a mintapolgárral, aki valójában kettős életet él, és nagyon szépen kibontakozott az elrabolt nő története is a fejezetek folyamán, hogyan vált a nőből, aki a fészerben lakik, a nővé, aki a szobában lakik, és mindent úgy kell tennie, hogy a fogvatartója, a lánya ne fogjon gyanút az ő kilétét illetően. Elég lassú folyásúnak éreztem a cselekményét, de mégsem laposodott el soha a történet, mert az írónő mindig, amikor már egy kicsit ugye lőtt volna a dolog, akkor cseppentett valami kis információt nekünk. Például ilyen egy-két oldalas sorszámokkal ellátott fejezetekben. Erről Albus is biztos nagyon szívesen mesél, hogy engem mennyire idegesített először az, hogy nem tudom hova tenni ezeket a sorszámozott fejezeteket. Annyira nem akart az elején összeállni az, hogy mit is akar ezekkel, hova fognak ezek kifutni, miért vannak itt egyáltalán, aztán végül nem sokkal később megértettem, hogy mi a célja ezekkel a kis felvillantott történetekkel, ami egyébként egy nagyon jó ötlet arra, hogy az érdeklődést fenntartsa az olvasónál, viszont ezt nagyon sajnáltam, hogy ezekben a történetekben tényleg csak felvillantottak néhány újabb nőt, és a háttérsztoriukról gyakorlatilag semmit nem sikerült megtudni. Engem érdekelt volna, hogy mégis kik voltak ők, mit lehetett volna tudni róluk, és a könyv végére sem igazán derült ki róluk semmi. Amivel viszont tényleg nem tudtam mit kezdeni, az, hogy a főszereplőnő kilétére végül is a történet végén fény derül, de én sokkal nagyobb áttörést vártam attól, hogy az ő neve kiderüljön, hogy ennek én valamiféle jelentőséget tulajdonítottam volna, én azt vártam, hogy ennek tényleg valami nagy durranás lesz a vége, hogy kiderül, hogy ki is ez az elrabolt nő. Ezt én nem kaptam meg a történetből, ami miatt egy kicsit csalódott is vagyok. De tulajdonképpen az elgondolás is teljesen rendben van, hogy nem kell nagy valakinek lennie egy elrabolt nőnek ahhoz, hogy legyen története. Mindezekért vontam le végül az egy csillagot a Moyon erről a könyvről.
de minden esetre nem bántam meg, hogy elolvastam, mert tényleg egy érdekes, izgalmas olvasmány volt. És olvasás ügyileg sajnos ennyi fért bele a novemberbe, nem tudtam sokkal többet olvasni ezek után már, amit rendkívül sajnálok, de ez most így sikerült, nagyon remélem, hogyha decemberben már nem is, de a jövő évben egy kicsit többet tudok ennek a hobbinak szentelni. Most pedig rátérnék a novemberben megszerzett olvasmányokra, és kivételesen fordított sorrendben szeretnék haladni. Albus, mit szólnál hozzá, ha a videó felvétele után foglalkoznék veled? Dorombol! Szóval, kezdeném a november végén megszerzett utolsó két dűne kötettel, amelyeket még október folyamán rendeltem meg, és ezzel teljes lett ez a gyönyörű Gabó kiadásos dűne sorozatom. Ezt az utolsó két kötetet már nem Frank Herbert írta, viszont az ő jegyzetei alapján készítették el a szerzők ezt a két kötetet. Ugyan a dűnének még csak az első kötetét olvastam, nem tudom, hogy pontosan mit is várjak ettől. Minden esetre nagyon várom, hogy egyszer eljussak oda, hogy már ennél a két kötetnél tartok. A polcon minden esetre szépen fognak mutatni. Ezután pedig rátérnék a születésnapi ajándékkötetekre. November 6-án volt a születésnapom, és úgy döntöttem, hogy ajándékot adok magamtól magamnak az utolsó kettessel kezdődő születésnapomra. Így a Book 24 születésnapi kuponját kihasználva megrendeltem MJ Eldridge Helen Grace sorozatának a 10. kötetét, a Felelsz vagy Mersz című könyvet. Ennek az az érdekessége, hogy 2021 év elején a teljes Helen Grace sorozatot megvettem egy kedves ismerőstől a Mojon, úgyhogy egyik kötetet sem olvastam el belőle, se előtte, se azóta. Tehát egy tökéletes lutri az, hogy nekem megvan egy komplet könyvsorozat, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen lesz. De ha már az eddigiek megvoltak, akkor úgy éreztem, hogy nem maradhat le az utolsó megjelent kötet sem a sorból, így megvettem, majd egyszer elolvasom őket, és jönnek róla az értékelések. Ilyen a könyvmolyok élete. A másik születésnapi kuponos pedig Christopher Bühlmann. Két tűz között című könyve. Ezt pedig azért vettem meg, mert kíváncsi vagyok egy olyan könyvre, amelyet játékosoknak, gamereknek ajánlanak. Ezzel is szélesítve azt az amúgy sem annyira szűk palettát a műfajok terén, amit én eddig is felvonultattam már az olvasmányaim során. Egyszer egy könyvszakérnél azt mondták nekem, hogy én nem annak a fajta embernek tűnök, aki egyfélét olvas. Köszönöm szépen, ez változatlanul így van, hogy nem egyfélét olvasok. Egyébként nem titkolt szándékom ezzel a könyvvel az, hogy a tesómnak is kölcsön fogom adni, és ővel is elolvastatom, hogy mégis neki gamerként mi a véleménye róla. Kíváncsian várom. Megvettem ezen kívül magamtól, magamnak ajándékképpen Kepes Andrástól a Két macska voltam című könyvet. Erbusz, nem rólad van szó. Erre a könyvre a nagymamám hívta fel a figyelmemet. Bármennyire is szeretem Kepes Andrást, nem tudom, hogy miért ez a könyve nem került a látókörömbe, nem is tudtam arról, hogy meg fog jelenni, viszont onnantól kezdve már figyeltem, hogy nagymamám nagy kedvesen felhívta a figyelmemet arra, hogy ez valamikor mostanában fog megjelenni, és ha már a könyvesboltban jártam, és a könyv is ott volt, meg én is ott voltam, akkor úgy döntöttem, hogy ő hazajön velem. Az első adandó alkalommal dedikáltatni fogom majd Kepes Andrással, úgy, ahogy az összes többi könyve, amik itt a polcomon megtalálhatóak valahol az átrendezés után. Ez sem maradhat ki a sorból. Olvasni nem tudom, hogy mikor fogom változatlanul.
Most még azért van egy-két kötet, ami egyelőre előrébb van a sorban. Ilyen például Bev Vincent Stephen King életrajza. Végre. Ezt a könyvet már említettem, hogy nagyon várom. Viszont amikor megláttam, hogy mégis mennyibe fog kerülni, akkor egy kicsit hátrahőköltem, és úgy döntöttem, hogy várok erre egy akciót, vagy valami nagyon komoly alkalmat, hogy megvehessem. Aztán így a születésnapi könyvvásárlás kapcsán mégis úgy döntöttem, hogy jó, rendben, most lesz az az alkalom, amikor én ezt a könyvet hazaviszem. Egyelőre még csak belelapoztam, de biztos vagyok benne, hogy érdekes lesz, és abban is biztos vagyok így első ránézésre, hogy fog tetszeni, akkor is, hogyha esetlegesen az információk egy részét már olvastam, vagy tisztában vagyok a dolgokkal. Valószínűleg érteni fogom, hogy miért ennyi. Utolsónak hagytam a könyves polcom mostanra legjelentősebbé vált darabját. Ez John Cuore Medúza Krónikák sorozatának a harmadik kötete, a Mérgezett gyalog, ami azért lett a gyűjteményem legfontosabb darabja, mert itt a borító elején olvasható ajánlás az én régi blogomról származik, és én nem is tudtam arról, hogy az én szavaimat szeretnék felhasználni ennek a könyvnek a népszerűsítésére, és ott a könyvesboltban, amikor megfogtam a könyvet és ránéztem, és megpillantottam a blogom nevét, csak meredt tekintettel bámultam a könyvre, és az eladó a boltban meg is kérdezte, hogy még olvasgatom, vagy esetleg beütheti, mire feleszméltem, hogy Atya Úristen, ez tényleg én vagyok. Nagyon megtisztelve érzem magam emiatt, és nem tudom elégszer megköszönni John Cuore-nak, vagy az Álomgyár kiadónak, vagy mindkettőjüknek, bárkinek az ötlete is volt az, hogy az én szavaimat válasszák a borítóra. Tényleg nagyon örülök neki, és nagy becsben fogom tartani ezt a könyvet. Ez az első ilyen, hogy az én szavaim borítóra kerülnek, és nem tudtam megállni, hogy már korábban ne dicsekedjek el ezzel a dologgal, bármennyire is nem tartom szépnek magát a dicsekvést. Ennek annyira örültem, hogy muszáj volt elmondanom. Legszívesebben már az Ártatlanság vámszedői után nekiálltam volna ennek a könyvnek, de akkor még úgy láttam, hogy lehetséges, hogy sikerül a rettegős kihívást megcsinálnom, ezért elnapoltam ennek az olvasását. De nagy valószínűséggel hamarosan sort fogok rákeríteni. Ennyi lett volna tehát a novemberi jelentés. Írjátok meg kommentben, ha valamelyik könyvet már olvastátok, illetve ha valamelyik nektek is megvan és szeretnétek elolvasni. Reménykedem benne, hogy december folyamán, vagy a jövő évben egy kicsit már többet tudok itt lenni veletek. Az idő majd eldönti. Ha nem vagyok, ne aggódjatok, minden rendben, csak egy kicsit elfoglaltam magam. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!